Na és akkor tisztelt hölgyek, urak, jön a második játékrész, a második félidő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó első osztály hatodik fordulójának találkozójával, ahol Ibrányban a Máté Szalka vendégszerepel, az a csapat, amely most kezdte a második játékrészt, és amely csapat vezet 1-0-ra nagy meglepetésre a 17. percben szerzett Drabik Milán góllal. Igaz, aki látta az első félidőt, azért nyugodtan tanúsíthatja, hogy azért sokkal veszélyesebben, góratűrűbben, és sokkal több helyzetet kialakítva játszik a hazai csapat, amely ugye kék mezben látható, viszont egyenlőre a helyzeteket nem tudták gólokra váltani, pedig Kristófi Sándor például legalább egymaga 3-4 gólt is szerezhetett volna, na de elképzelhető, hogy a második félidőre tartogatja ő is a gólokat, a góllövő cipőjét. Lukács. Ő harcol a labdáért, aztán Petrohai húzza vissza, és végül szabadrugást harcol ki. Gyorsan elvégzik a szabadrugást a hazaiak. Lukács, Orosz Dániel, Kristófi indulna be, ugye most a szél majd a hazai csapatot fogja támogatni, ezért azért nem semmi ezt, hiszen láthattuk, hogy az első fél időben egyszer-kétszer, hogy megtréfált a Tóth Norbertet a hazai kapust a szél, Pincsulát most viszont nem, Gergely beadása egyébként remek volt, de Pincsula kifeküdt, igaz, túlságosan közel ment a kapushoz a labda. Pincsula vagy legalább három óriási bravúrt bemutatott az első fél időben, egy nagyon fiatal, rendkívül tehetséges kapus. És ugye, hogy milyen a természet ereje, mármint maga a szél, azt láthattuk itt a szünetben is, ugye nem csak Tóth Norbertet tréfálta meg a hazai kapus, hanem bizony a szünetbeni játékot is semmisítette, hiszen ahogy próbálták felrakni, hogy ezt a rugó falat a kapura, hát a szél mindent csinált vele, de egyszerűen nem engedte, hogy megálljon, úgyhogy ezért a célba rugó verseny a szünetben elmaradt, elméletileg majd a mérkőzés után pótolják a felek, amennyiben természetesen a szél és az időjárási körülmények is úgy akarják. Pincsula végezheti el tehát a kirúgást. Második játékrész, második perce. Orosz. Jól tartja a labdát Kocsán Gábor, aztán Orosz veszi el, és kap egy nagyot Magyaritól. Rögtön Reisinger Illés előtt volt az eset, aki mutatta, és sárga lapot kap a vendégek, 16-os számú játékos a magyari. Egyébként Reisinger Ille is nagyon jól együtt élt a játéka, rögtön jelezte Vitkainak, hogy egy szabálytalanság történt. Reisinger 9 éve játékvezető, ő is volt MB-s asszisztens, igaz, ő inkább asszisztens, nem játékvezető volt. És egyébként remek labdarúgó pályafutásán mögötte, hiszen ő MB1-es labdarúgó volt, a Tatabánya színeiben játszott az élvonalban. Az egyes számú asszisztensről beszéltem most ezekben a másodpercekben. Budó. Gergely. Makai. Kristófi. Orosz indul be. Orosz onnan lőhet is, hiszen a szél támogatja. 16 méterről lőtt. Magyari válláról pattan le. Kocsán kezére pattant a labda, úgyhogy hazai szabadrugás. Ahogy az várható volt, azért a második játékrészben úgy jön ki a hazai csapat, hogy rögtön egyenlíteni akar, és rögtön gólt akar szerezni. Be is szorítja a Máté Szalkát a saját kapuja előterébe. Elég nehéz, 45 perc vár a Máté Szalka csapatára, Orosz a labda mögött. Hosszú oldalt pedig a remekül fejelő játékosok, Bodóval, Lukáccsal, Tormával egyetemben. Kéttagú sorfal, Orosszal szemben laposan inkább. Felpörögött egy Máté Szalkai lábon, Petrohai Gergő csúsztat bele. Balogh Gyulati 20-ról, Balogh lő, fölé ment. Viszont szöglet, beleért Steff, ha jól láttam, úgyhogy jön a 9. hazai sarokrúgás. És közben a szél ide hozta a felhőket is, úgyhogy elképzelhető, hogy bizony el fog eredni az eső. Egyelőre sikerült megúszni eső nélkül ezt a mérkőzést. A berobbanó torma elől bólintották el a Máté Szalkaiak. Drabik húzza ki. Orosz. Visszapörök hozzá, Orosz. Nagy akarattal szállt be Orosz Dániel, ugye 21. percben ő csereként állt be. Jól játszik, Makai. Kristófi, les. Mutatja, Reisinger vonalba volt, és húzta is rögtön. Érdekes az időjárás is egyébként, tegnap komolyan mondom, hogy hát szinte meg lehetett dögleni, mondhatom ezt nyugodtan, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ilyen bőven 30 fok fölött volt.
a hőmérséklet sehol egy légmozgás, tehát megállt, megült, a levegő ilyen 32-33 fok volt a szombati napon. Erre éjszaka ugye, itt az egész megyébe szinte elkezdett szakadni az eső, hajnali órákba lehűlt a levegő ilyen 15-16 fokra, és most napközben is 20-21 fok van. Egyébként nagyon kellemes futballidő lenne, ha csak a hőmérsékletet néznénk, de hát látjuk, hogy az első fél időben is hányszor megtréfált a szél a játékosokat. És most elképzelhető, hogy majd az eső is megérkezik a második játék részre. Jól tartja meg Kocsán. Petrohai. Kocsánhoz pattan vissza. Drabik. A mérkőzés eddig egyetlen góljának szerzője. Drabik próbálja átfűzni magát szabálytalanul Bodón. Szabadrúgás az Ibránynak. Melegítenek az ibrányi cserejátékosok. Elképzelhető tehát, hogy még változtatni fog majd Gerlicki mester. Tóth. Kristófival szemben szabálytalankorott magyar, aki ugye itt a második játékrész elején már kapott egy sárgalapot. Balogh gyorsan elvégzi a szabadrúgás. Kristófi, Makai. Az nagyon hosszú. Jó volt a meglátás, de ez nagyon-nagyon hosszú labda volt. Természetesen az is elképzelhető, hogy a szél lökte meg ennyire ezt a labdát. De tavaly még a megyei másodosztályban szerepelt a Máté Szalka, ahogy említettem, ugye újonc, és tényleg a bennmaradás, ami a fő cél. A Nyírerdő csoportot nyerte meg 74 ponttal, kettővel előzte meg a Gyulaházát, és hát a legkiegyensúlyozottabb csoport élén végeztek a szalkaiak. Méghozzá ugye úgy, hogy tavasszal hajrázták le az ellenfeleket a Vásárosnál, mint a Fényes Titkét, a Nyírkarászt és a Gyulaházát. 123-17-es gólkülönbségük volt, úgyhogy igen sok gólt rúgtak és keveset kaptak. Ez azért egy kicsit másabb színvonal, másabb mérkőzéseket kell játszani itt az első osztályban. Petrohai, 16-oson belül Bodó, remekül jött, és szöglet. Keményen odalépett Bodó, szögletre mentett. Lent marad a Máté Szalkai labdarúgó, reméljük, hogy nem történt sérülés. A mai nap egyébként játszanak még három találkozót, ugye Szakoly, Nagyhalás, Sényű, Tuzsér és Mándokfehérgyarmat meccsek zajlanak velünk egy időben, és ahogy említettem, tegnap lejátszottak már 4 mérkőzést. A végeredményeket még egyszer elmondom. Nyír Gyulai Tiszakanyár 1-0, Nagy Ecset Kemecse 2-0, Baktaloránház a Tiszalök 5-0, és Tiszavasvári Gyulaháza 1-2. És a szombati 4 mérkőzésen ugye 15 sárga és 3 piros lapot osztottak ki a játékvezetők. Petrohai már emelte a lábát, de előle ki tudták csúsztatni. Steff vágja vissza. Nincsen les. És végül Bodó mentett. Kristófi. Sarkari remekül állt be elé, nem tudta megkerülni. Pincsula. Széles. Berobás harcol ki. Az Ibrány. Lukács. Gergely. Makai, Kristófi mögére, Gergely még be tudja futni! És Gergely. Gergelynek adott sárgalapot Ritkai Elemér, azért, mert azt mondja, hogy feldobta magát, ráadásul Gergely már kapott egy sárgát az első félidőbe, az egyetlen ibrányi játékos, akinek volt sárgalapja, és így a kiállítás sorsára jut a hazaiak 17-es számú játékosa. A mérkőzés 54. percébe, tehát megfogyatkozik a gólhátrányban lévő hazai csapat. Ami érdekes az, ugye, hogy a második esetnél második sárgát ilyenért adni, hogy a játékvezető szerint ugye rájátszott az esetre. Hát, talán egy picit szigorú volt Vitkai Elemér. Na de hát több éven keresztül NB-s osztályban működött, úgyhogy azért jó játékvezetőről van szó. Gergely a kiállítás sorsára jutott. Jön a hazai szöglet. Balogh. Orosz. Remekül szerez labdát. Dajka. Sarokkal próbálta megjátszani a csapattársát. Makai.
szabadrúgás. Nagyon nehéz helyzetben az Ibrány, nem csak hogy gól hátrány, ugye most már ember hátrány. Az 54. perc. Balog. Hosszú oldalt mindenki, egyetlen egy tagú sorfalnak, nem is mondhatom, egy ember Baloggal szembe, hiszen a sorfalhoz legalább kettő ember kellene. Sarkadi bólintotta ki. Orosz. És jön a vendég kontra. Négyen mennek kettő ellen. Drabik remek szerelés Bodótól. Bodó másodszor is a hazaiak csapatkapitánya. Nagyon-nagyon fontos pillanatokban mentett, aztán egy picikét hosszan indít ugyan. De most Bodónak nagyon kellett a pontos mentése. Pinzsula pedig összeesett. Hát, ezt most nem értem, megmondom őszintén. Gondolom hallják, hogy a hazai szurkolók sem nagyon értik. Addig van időm elmondani, hogy 5 forduló után ugye a 13 pontos Tiszakanyár Sényő Duó vezeti a bajnokságot. A 12 pontos Nyír Gyulaj és a 10 pontos Mándok Ibrány kettős előtt, és a Tiszalőknek ugye még nincsen pontja. Ráadásul a Tiszalők tegnap is kikapott 5-0-ra, így már 0-24 a gól különbsége, és ami ennél is szomorúbb, a Tiszalőknek az ifjúsági csapata már másodszor nem állt ki ebben a szezonban, és még csak 6 forduló telt el, valami nagy gond van Tiszalőkön. Pinzsula meggyógyult. Makai. Bodó. Torma, Lukács. Áj, ez nagyon pontatlan megoldás volt. Természetesen most már a kirúgás nem fog elsietni Pinzsula. Torma. És Bodó remekül mentett, de még bent van a labda. Lesen vannak a Máté Szalkai támadók, mind a ketten Szántó is, illetve Petrohai is lesről indult. Jól látta Vasas sporttárs, aki 2001-ben kezdte egyébként a játékvezetést. Ő is volt MB-s kerettag, MB-s asszisztensi kerettag. Balog nem tudja áthámozni magát Kocsánon. Kocsán aztán jól is passzolt Petrohai Gergőnek. Petrohai Gergő. Petrohai Miklós. Remek indítás. És egy nagyon szép szerelés Tormától. Szántó elől sikerült mentenie. Ugye kockáztatnak a hazaiak, az Ibrányiak. Egy az egyben maradnak a védők. Sokszor a Máté Szalkai támadókkal. Orosz. Sikerül bent tartani Somogyinak. Ez viszont nagyon pontatlan átadás. Pinzsula pedig természetesen nem fogja meg addig, amíg meg nem támadja egy Ibrányi játékos. Bodó. Makai. Balog. Balog beadása. Majdnem behullott kis híján. Gondolom a szél is megnyomta. Nem semmi sprintet vágott ki Balog. Ismét rengeteget fut, akár csak a múlt héten Tuzsíron. Pinzsula. Torma bólintotta el. Részműves. Dajka. Makai. Lukács. Dajka jön be a támadáshoz. Somogyi. Jó meglátás, Lukács, jól is vette át Lukács a 16-oson belül, Lukács! Nem volt jó a visszacenterezése. Aztán pedig kirúgás, ha jól láttam. Játék az első negyed óra, 60. perc is. És 60 perc játék után 1-0-ra vezet még mindig a Máté Szalka, az a csapat, amely ugye most már ember előnyben is van. Az 53. perctől.
Tajka, Lukács, Kristófi. Gergely került ugye a kiállítás sorsára a második sárgalap után. A második sárgalapot műesésért kapta a játékvezetőtől. Balog, Orosz, Balog. Makaitól elpattan a Laszti. Rézműves. Szántó. Jó a centerezés, és jött Tóth Norbert, nem állt meg Petruhai. Tóth Norbi nem teketóriázott, felborította a rárontó támadót. Lukács. Balog indul, remek labdát kap. Balog. És jó volt a szerelés, szöglet. Ha jól számolom, már a tizedik hazai sarokrúgás. Ember hátrányban is támad folyamatosan az Ibrány. Luftot fejelt az egyik vendégjátékos, aztán Makai elől sikerül elhozni a labdát. Petrohai. És Petrohainak rúg oda Lukács. Változtatni fog, cserélni fog a vendégcsapat. Liák Artur, aki be fog állni a mérkőzés 62. percében. Kocsán helyett érkezik tehát Liá Artur 62. minútumban. Petrói pedig nagy nehezen fel kell. Rézműves a labda mögött, nem nagyon siettetik ugye ezeket a szabadrúgásokat most már a vendégek. Balog esik el, Liák. Jó a visszagurítás, Petruhai Gergő lepattan Oroszról. Egy átlövés, nem sokkal ment mellé Petruhai Miklós átlövése. Liák. Petrói Gergő játszik hátra. Sarkadi. Torma harcol a másik négyessel, aki szabálytalankodik. Szántó volt szabálytalan. És közben Gerlicki Kis Gábort hívja magához, aki ugye a másod edzője is Gerlicki Mátének. Emellett pedig egy rendkívül villámgyors labdarúgó, aki a szélen nagyon nagy hasznára lehet az Ibrányi csapatnak. Budó. Dajka, Balog, Bodó, Somogyi, Somogyi tartja meg, aztán nem sikerült pontosan továbbítania. Gerlicki Máté nagyon előzékeny, és természetesen rúgja be fel a labdákat is. Addig jöhet a csere az Ibrániak részéről, Kis Tamás érkezik. Balog Gyula jön le a mérkőzés 64. percében. Ma is sokat harcolt, sokat futott Balog, ahogy ezt megszokhattuk tőle, de támadóbb szellemű szélsőt hoz be Gerlicki. Kockáztat tehát egy védő helyett egy támadó szellemű szélső. Középpályán is a támadósorba egyaránt bevethető Kis Tamás. Orosz. Kis. Kristófi. Lukács mutatja magát, és majdnem eljutott hozzá a labda. Kristófi ugrik fel, aztán egy egész erőteljeset rugott bele Steff. Dajka bólintja vissza. Petrói lába felett átpattan. Liák. Kristófi, Orosz, Lukács, Kristófi, Makai, Makai, Makai lőhet 18-ról, és le tudták blokkolni. Bodó, Orosz,
nagyon nyoma. Az Ibrány, ez nagy labda, Kristófi még, és le tudták szedni a lábáról. Botos Daniel volt, aki remekül ment el. Makai, Somogyi. Kis Tamás ugrik fel, és fejjel egy gyönyörű gólt! Kis Tamás! 2 perce érkezett be csereként Kis Tamás, és góllal jelzi a 65. percben Kis Tamás fejesével egyenlít az Ibrány. Somogyi ívelt át bal oldalról hosszúra, és Kis Tamás remek ütemben ugrott fel, jól bólintott rá, és kiegyenlít. Egyébként egy alacsony növésű szélső, nem a feljáték az erőssége, na de most fejjel egyenlített, 1-1! De jó kis meccs, és még jobb lesz az utolsó 25 percben. Emberhátrányban mondom a hazai csapat. Na de látjuk, ez semmit nem jelent, hiszen emberhátrányban is folyamatosan az Ibránynál van a labda. Makai. Somogyi, aki az előbb gólpaszt adott. Somogyi nem futott, nem futhatta már be. A szél is meglökte már a labdát, úgyhogy nem érte utol az alapvonal előtt. Kristófi, Kis Tamás, aki remekül szállt most be, Kristófi. Nem vállalta fel most egy az egy ellen. Makai. Akár passzolni is lehetne, de a lövés Pincsula kezébe. Somogyi teljesen üresen ott volt. Talán ha tovább passzolja Somogyinak, akkor nagyobb lehetőség lett volna. Minden esetre Makai ugye a múlt héten 2 gólt is rúgott, ilyen 18-19 méterről Tuzsíron. Aztán most picit beletaposott a vendégek 11-esébe, szabadrúgás az jogosan jár. Na, megérezte a vérszagot a hazai csapat. Siska Attila is egy-két utasítást osztogat most a Máté Szalkai játékosoknak. Szántósz Zoltán marad lent. Reméljük, hogy nem történt komolyabb probléma. Mondom, a vendégeknek elméletileg az 1 pont is elég lenne. Petrohaj Miklós. Petrohaj tartja meg a labdát. Makai. Somogyi. És Lukács indul. Részműves. Pincsula. Sarkadi. És ismét Pincsula. A labdát ugye visszafújja a szél. Petrohaj Gergő. Dajka. Elsodorta kézzel Petrohaj Miklós, kap sárga lapot, hiszen kézzel elsodorta a labdát, és összeütközött ugye Dajkával. Sárga lapot szerzett 11-es mezben Petrohaj Miklós. Hajrá, Ibrány! Bodó a labda mögött. Torma. Kis Tamás nem fogja tudni már befutni, rendkívül gyors labdarúgó, de azért ezt nem érhette utol. Botos. Kis Tamás. Lukács. Kristófi. Lukács, és mehet tovább a labda. Somogyi, egy picit gyenge volt a labda, nem jutott el Somogyiig. Torma. Tóth. Orosz szerez labdát. Orosz. Ajj, a passz nem volt jó. Lia. Nem találta el jól, de sikerül még megmenteni a Máté Szalkaiaknak. Petrohaj Gergő. Torma bólintott bele. És vendégberobás. Petrohaj Miklós, Makai szerez labdát, Orosz, Makai. Somogyi. Kristófi próbál kilépni, Somogyi.
most adja a labdát, és egy nagy mentés Rézművestől, Somogyi. Lukács elől a visszaérkező Petrói Miklós mentett. Bodó. És Dajka hosszatja fel a labdát. Kis Tamás. Hazai verovás. Pontatlan volt a visszakészítés Makaitól. Petrohai Miklós és Orosz nagy harca. Petrohai megtartja a labdát. Orosz aztán becsúszva sem tud szerelni. És ott Orma, ez egyértelmű sárga lap, visszarántotta. Taktikai szabálytalanság. Egy sárga lapért cserében. Hazai csapattól négyes mezben Torma Tamás sárga lapot kapott. Teljesen jogos volt a sárga. Második játék 26. percében járunk, Ibrány Máté Szalka 1-1. A vendégoldal Drabik szerzett vezetést a 21. percben, ez pedig Kis Tamás a 65. minutumban egyenlítette ki. Sarkadi a labda mögött. Les mutatja a játékvezető asszisztense, Vasas János, úgyhogy szabad rúgás kifelé. Tóth nyújtja meg Lukács felé. Elvéti Sarkadi, Lukács lendületből vezetheti rá Rézművesre. Lukács a 16-oson belül, Lukács a hosszú sarkot célozza meg. Mellé tekerte. Pincsula nem sieti el. Ismét cserél majd a Máté Szalka. Liák ugye már beállt. Most Batizi Pócsi Norbert, aki beállásra kész. Orosz figyelt. Tormának figyelni kell, mert már van egy sárgája. Most 4-3-ba mehetne a Máté Szalka, de nagyon határozott volt Budó. Nem először. Kristófi. Steff szorításában Kristófi. Aztán Liá lépett oda keményen. Na itt kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Liák nagyon keményen odalépett. Aztán természetesen Liá eljátszotta, hogy Kristófi visszaütött. De valószínűleg a szalkai cserejátékos fog sárgát kapni. Ja, kapott sárgát. És közben cserélhet a Máté Szalka a mérkőzés 74. percében. Batizi Pócsi Norbert érkezhet a pályára. Egyelőre nem látom, hogy ki helyett, hiszen senki nem indult még le a Máté Szalkaiaknál. És még nem tudjuk, hogy ki helyett. Aztán nagy nehezen csak elindul. A gólszerző Drabik Milán hagyja el a pályát. Ugye ő szerzett vezetést egy remek mozdulattal. A 21. percbe is most 74. percbe lecserélik. Kis Tamás a labda mögött, kéttagú sorfal vele szembe. Hosszú oldalra megy az. Jó a fejes! Centiméterekkel ment mellé. Torma. Remek volt a centerezés, és nagyon jó volt a fejes is. Tényleg centiméterekkel múlott, nem Pincsulán. Bár vetüldött, repült a vendége kapusa, de nem biztos, hogy odaért volna. Kis kiengedte végül, az volt a biztos. Kristófi indulna el, Rézműves, sikerül még bent tartani Magyarinak, nem sikerült bent tartania.
10 emberrel is egyértelműen az Ibrány akaratérmese, sőt a második félidőben szinte folyamatosan a labda és a játék itt van a vendégek 16-os előterében. Orosz, Kristófi tartja és húzog a talppal, Orosz, Makai, Kis Tamás, Kristófi indul be. A hosszú oldal felé Somogyi elől sikerült elbólintani Botosnak. Lukács próbál harcolni, részműves feje fölött átmegy, Makai nem tudott kibújni. Orosz. És higgadtan passzolt, aki részműves. Indulhat a Máté Szalka támadása. Mindiráig Somogyi visszaért. Berovással jöhetnek a vendégek. Botos Daniel. Gergely bólintotta el, Kristófi. Lukács elől mentenek. Makai, Lukács. Hát ez koppant. Sarkadi Gergő kapott sárgát. A második játékrész 31. percében. És jó szögből szabadrugás, ráadásul most a szél ugye segíti a támadó csapatot, tehát még a szél is megnyomja majd a labdát. Úgyhogy nem feltétlenül erőt kell belevinni a Kis Tamásnak, csak helyeznie kell. Ráadásul most pont fel is erősödik a szél, úgyhogy... Hát Kis Tamás most akár csereként megszerezheti a második gólját is, ugye beállt, 2 perc múlva gólt fejelt, most pedig gólt rúghat. 5 tagú sorfal vele szembe. Körülbelül egy olyan 23 méter, 22-23 méter a távolság. Kis Tamás. Pont oda, ahol Pincsula állt, erő is volt benne, csapódott is. De pont ott állt Pincsula. Bodó. Még bent tudta tartani Bodó. És lesor indult Szántó. Kis. Batizi Pócsi Norbert nyúlt bele. Kis Tamás. Liák volt, aki tudta szerelni Kristófit. Ismét Kristófi lesz, akit meg fog játszani. És kifelé szabadrúgás, Kristófi ült bele, Liák ölébe. Megismétlik még egyszer a dobást. Most nem értem, mert én úgy látom, hogy kifelé szabadrúgást, így van, kifelé szabadrúgást ítél. Dobást, kifelé dobást. Valószínűleg belépett akkor Kis Tamás. Orosz, Petrói Miklós, Szántó, jön a keresztlabda, és Kis Tamás hátra bólint. Kristófi nem tudott kibújni, részműves, viszont szögletre fejel. Bő 10 perc, egészen pontosan 11 perc a rendes játékidőből, ami hátra van, egy-egy a mérkőzés állása. Kis Tamás a labda mögött. Somogyi Márk fog majd beállni hamarosan. Hosszú oldalra, Bodó robbant. Lukács az ütés felesnél! Jöhet a 12. hazai szöglet. Hát Lukács Bence belsővel nem találta el jól. Ismét Kis Tamás.
Torma ott marad. Torma vissza tudja bólintani! De már kint volt a labda. Torma, amikor visszabólintotta, úgyhogy kirúgás. Somogyi Tibor helyett Somogyi Márk, tehát a két testvér cseréli egymást a 81. percben. És a Máté Szalka is cserél. Docsa István érkezhet hármassal a pályára. A lábát húzó Petrohai helyett, ahogy látom. Hát elég nehezen vászorog le Petrohai Gergő. Na de hát, nincs ezzel semmi mit csodálkozni. Sokat harcolt a középpályán. Hármas mezben Docsa István lépett pályára, és tízes mezben elhagyta a pályát Petrohai Gergő. Pincsula. Szél ugye ezt is visszafújta, Torma. Most a csereként beállt Docsa harcol. Makai labdát szerez, Makai. Kis Tamás. Makai aztán kap egyet a lábára. És Kis Tamás most Liák befutotta, de Kis Tamás még meg tudja tartani. Kis Tamás. És szabadrugást harcol ki. És közben egy sárga lapot ad Vitkai az előzőbi szabálytalanságért, amit Makainak odavágtak, ugye tovább engedte előnyszabályba, viszont rögtön besárgázta az előbb csereként beállt a labdarúgót, Docsa István. Hát Docsa 20 másodperc alatt összeszedett egy sárgát. És jön egy újabb veszélyes helyről egy szabadrúgás. Kis Tamás jól rugdossa ezeket a szögleteket, szabadrúgásokat, úgyhogy bizony érdemes majd figyelni erre is. Két tagú sorfal. Ez is a hosszú oldal felé megy, csapódik, de senki nem mozdult rá, mondjuk egy kicsit mély volt, tehát hozzáteszem. Bodó jól vette le, Petrohai. Bodóval szemben szabálytalankodott Petrohai Miklós. Máté Szalka vendégcsapatnál hármas mezben Docsa István kapott az irány sárga lapot. Torma. Elvégzi gyorsan a szabadrúgást, Makai. Most szabályosan választották el a labdától. Aztán Makai utána megy a labdának, és szabálytalankodik. Nehezen gyógyulnak a szalkai labdarúgók. Sarkadi a labda mögött. Torma visszabúrintja. Csak nem a pályára. Botos. Batizi Pócsi tartja a labdát. Batizi még. És szöglet. Petrohai a labda mögött, ugye most már csak egy van a pályán, Gergő az előbb lement, Miklós végzi el a szögletet. Részművesre érdemes figyelni, igen, nagy növésű srácról van szó, ő is került helyzetbe, nem találta el a labdát. Lukács szerez, illetve Kristófi szerez labdát, Lukács most kapja, Lukács, és nem tudta lefutni a védőjét, Szántót. Pincsula. Lesről érkezett vissza Petrohai, és egy újabb Ibrányi csere. Makai helyett érkezik hatossal Kántor Tamás. Most nem sikerült gólt rúgni a Makainak. Torma a labda mögött.
Kristófi megpróbálja megtartani. Kis Tamás. Kántor, aki most állt be, cserekét, és ott van! A két cserejátékost összehozta. Hát kérem, Gerlicki Máté a pályán, így kell cserélni egy edzőnek. Az első játékos, aki bejött, két perc múlva, a másik játékos fél perc múlva szerez gólt. Nyerő cserék. Kis Tamás egy gól passz, Kántor Tamás egy gól. És mondom, fél perce jött a pályára a hatos számú Kántor. 2-1 az Ibrágynak, 5 perccel a mérkőzés vége előtt. Múlt héten nem tudtak hozzátenni a cserék a játékhoz, meg is jegyezte Gerlicki Máté, akik ugye látták az interjút vele. Hát most hozzátesznek a cserék. Nem, hogy hozzátesznek a cserék, hanem a cserék nyerik meg a mérkőzést. Legalábbis még nincsen vége, de nekik köszönhetően szerez 2 gólt az Ibrány. Egy újabb érdekes kis mérkőzés sikerül közvetítenünk, úgy látom, egy ember hátrányban lévő és gólhátrányban lévő csapat, és fordítani tud a két cserejátékos találataival. Természetesen most már a Máté Szalka azért nem húzza az időt. Szántó. Kántor Tamás. Kristófi lép neki. Rézműves teszi hátra. Pincsula, Magyari és Sarkadi. Torma nagyon keményen odalépett. De mehet tovább, azt mondja a játékvezető. Hát keményen lépett oda Torma, szó mi szó. És ugye a játékvezetői labda, hiszen nem a szabálytalanságot fújta le a játékvezető, hanem ugye lent maradt a földön, a füvön a vendégjátékos. Kisnek a talp alatt elcsúszik a laszti, így berovásra jött a Máté Szalka. Diák. Ott hagyja inkább a labdát Magyarinak. Kis Tamás. Rézműves. Hazabólintja. Rézműves. Steff. Petrohai. Szántó. Sarkadi. Szántó. Petrohai tartja meg Torma mellett. És Torma szabálytalankodott. Egy távoli próbálkozást, Tóth merre veszi, és majd csak utána fogja meg. Nagyon rutinosan húzta az időt a hazai kapus. Sikerül megszerezni a labdát a hazaiaknak. Új, kemény volt ez a becsúszás Somogyi Márktól. Petrohai. Szántó, 16-oson belül, és remek szerelés méghozzá, úgyhogy azt hittem, hogy kirúgás, de ezek szerint nem Szántóról ment ki a labda. Szöglet következik, innen úgy nézett ki, hogy visszagurult Szántóra. Az utolsó percen belül vagyunk, 2-1-re vezet az Ibrány, a két cserejátékos Kis Tamás és Kántor Tamás góljaival. Vendég oldalt, ugye Drabik szerezte meg a vezetés még az első fél idő közepén. Az utolsó lehetőségek egyike, hogy gólt szerezzen a Máté Szalka. A hosszú oldal felé sikerült is Rézművesnek, de csak belecsúsztatni. Lukács pedig kiengedi, hiszen a hazaiak dobhatnak. Kis Tamás ballag el a labdáért. Nagyon előzékenyek most már a Máté Szalkai cserejátékosok, természetes ilyenkor. 0-1-nél azért ez nem így volt, meg 1-1-nél.
2 percet hosszabbít. Ebben a pillanatban járt le ugye a rendes játékidő, tehát még 2 perc, ha jól láttam, de lehet 3-at. 2 vagy 3 percet mutatott Vitkai. És cserél még Gericki Máté. 13-assal Flávio da Silva érkezik majd a pályára. Cserél a hazai csapat. 13-as mezben da Silva, Flávio Adriano fog pályára lépni. Lukács, aki le fog érni, Lukács Bence. Nagyot küzdött, a 15-ös számú támadó. Gólt most ugye nem sikerült szerezni, de tényleg nagyon sokat harcolt. Vastapsot megérdemli. Kereken 1 perc ment el ezzel a cserével. Kis Tamás a labda mögött. Már csak azt kéne, hogy Flávio is gólt rúgjon, ahogy beállt. Kis Tamás. Kristófi. Részműves érkezett nagyon határozottan. Kis Tamás. Hát érdekes kis meccset adtunk most is, azt mondom, hogy 3 gólt ugye már láttunk, és 1-0-ról, 0-1-ről sikerült fordítani a hazai csapatnak. Ember hátrányba játszott 40 percet a hazai csapat, és így is sikerült megfordítani ezt a mérkőzést, úgyhogy le a kalappal az Ibrányán került, ahogy a Szalka előtt is, hiszen a Vártnál sokkal jobban megnehezítette az Ibrány dolgát, és mondom, sokáig vezettek is. Aztán viszont mégis kénytelenek pont nélkül távozni Ibrányból. Ebben a pillanatban Vitka Jelemér le is fújta a mérkőzést. Ibrány Máté Szalka 2-1, tehát Ohma Sport megyei labdarúgó első osztály 6. fordulójából. Érdekes kis találkozót láthattunk szép gólokkal, és ezúttal Gericki Máté cseréi nyerőnek bizonyultak, hiszen mind a ketten, ahogy beálltak, Kis Tamás 2, Kántor Tamásnak egy fél perc múlva rögtön gólt rúgott. Úgyhogy így kell cserélni, ezt is tanítani kell. Hát remek edzői húzások voltak, és az akarat, a szív az most győzedelmeskedett az Ibrányiaknál. Gyorsan hozzáteszem, az első félidőben sokkal több helyzete volt a hazai csapatnak, de akkor a Máté Szalka ugye rúgott egy nagyon szép gólt Drabik Milán révén a 21. percben, és többször szerencsével sikerült ugyan megőrizni a kapujukat a góltól, de mondom, nem érdemtelenül vezetett a Máté Szalka. A másik félidőre azonban elfáradtak, és az Ibrányiak a szélt is kihasználva, és egy kis szerencsével is, de teljesen megérdemelten fordították meg a mérkőzést, és nyerték meg. Én köszönöm szépen a kollégám nevében is, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy a következő közvetítésünk alkalmával is velünk tartanak, és én kíváncsian várom majd a két edzői nyilatkozatot, amit szintén a mérkőzéssel egyetemben majd felvételről meg tudnak tekinteni. Minden jót kívánok, és remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak majd. És sokkal szervezettebb, sokkal masszívabb Máté Szalkát láttunk, mint amit várni lehetett a tabella alapján, és nyugodtan mondhatom, hogy nagyon megnehezítették a bajnoki címre és esélyes Ibrány dolgát. Hát jól látható, hogy azért egy nagyon-nagyon nehezen legyőzhető csapat ez a Máté Szalka, mégis lehet, hogy van egy kis hiányérzet a mérkőzés végén a vereség miatt. Szerintem, ha ez totó meccs, akkor országos egyes. Ezért nagy teher nem volt rajtunk. De nyilván megpróbálunk azért minél szervezettebbek lenni. Tehát ezzel a nyugalommal játszhattunk. És lehet, hogy sokan kiegyeztek volna ezzel az eredménnyel a meccs előtt. Most már egy utólag, persze, hogy vezettünk, így mindenkinek más a szája érzett, de szerintem ez a realitás.
Az első fél időben is, amikor megszerezték a vezetést, azért több hazai lehetőség is volt, viszont önöknek is volt nagyon sok kontrája, lehetett látni, hogy a gyors támadás befejezést erőltették, és egy remek gólt lőttek. Igen, és előtte is már háromszor bementünk a védelem mögé, tehát abszolút nem volt véletlen. Én sajnálom, hogy utána a második fél időben, amikor vezettünk, és ráadásul emberelőnybe kerültünk, akkor nem ezt a nyugodt játékot játszottuk tovább, hanem előkészítés nélkül próbáltunk indítgatni. Na de hát ez az én feladatom, hogy látom a javítani valókat, és remélem, hogy hétről hétre tudunk majd ezen javítani, és így fejlődni. Ami szemetűnő volt az első fordulóban mutatott játékhoz a Máté Szalkának, hogy a védelmet sokkal feljebb tolta, nem tudom, tudatos volt ez. Hát maximálisan. Tehát 2015-ben vagyok Európa közepén. Szerintem futballt úgy kell játszani, hogy a világon játsszák, még ha ez a magyar negyedosztály, de akkor is a trendeket követni kell. Együtt kell mozogni a csapatnak, szűkíteni a területet, nem engedni az ellenfelet könnyen játszani. Hát nyilván ezt az időt próbáljuk kitolni 90 percre, remélem, hogy egyszer elérünk eddig a pontig. Ráadásul ugye ez tényleg egy olyan eredmény és egy olyan játék, amire lehet építeni a következőkben. Igen, én is azt gondolom, hogy nem is a számszerű eredmény a fontos, mert ha nagyon rossz játékkal nyerünk 1-0-ra, nem örülök jobban neki, a három pontnak lehet, de a rossz játéknak nem. Tehát én is azt néztem, hogy mi az, amire építhetek a következő edzésen, mi az, amire azt mondhatom a fiúknak, hogy ezt megerősítjük, mert jól csináljuk, és így tovább, és így tovább. Ráadásul ugye jövő héten az eltiltott Botos Alexandru visszatérhet, és tudom, van vagy két sérült játékosa, tehát elképzelhető, hogy még tovább erősödik ez a Máté Szalkai keret. Igen, a múltkor gólt szerző Soltész Bence meghúzódott, remélem, hogy ő már hadrafogható, és Botos is így van játszhat. Ők jó futballisták. Tehát azt gondolom, hogy ha ilyen szervezetek tudunk lenni, és még egy-két minőséget tudunk, mint ahogy most a hazaiak a cseréikkel minőséget tudtak hozzátenni a játékhoz, akkor talán a Sényőnek is megnehezítjük a dolgát, de azért lássuk be, hogy újonc csapat vagyunk, rosszul kezdtük a bajnokságot, ebből a gödörből ki kell jönni, és az nem olyan egyszerű. 90 percig tart egy mérkőzés, és az egész találkozót pont a hazai kispad felől tudtuk venni, és végig tudtuk azt nézni, hogy mennyire együtt élsz a mérkőzéssel. És hát megmondom őszintén, a 90 perc alatt nagyon sok arcodat megmutattad. Hihetetlen feszültség szabadult fel benned a második hazai gólotok után. Edzőnek szaladgálni a gólok után. Van, ahol úgy látom, hogy szaladnak, de csak az ilyen feszült pillanatokban. Én 6 év vagyok edző, és... Már tudtam a meccs előtt, hogy ez egy nagyon kemény meccs lesz. 2 éve a Nagykállóval bajnok lettem, akkor egy nagyon komoly meccs után talán pontot vesztettünk, már most nem emlékszem pontosan, de a Szatmár Unió jött oda, pont a Siska mester edzette akkor a Szatmár Uniót, és nagyon megszervezte. Ott is egy kiállítás után megszerezte a vezetést a Szatmár Unió, és nagyon-nagyon nehezen, de meg tudtuk forgatni a mérkőzést. Az egy óriási fordulópont volt, ott már tudtam, hogy az én csapatom nagyon előkelő helyen fog végezni. Ez a mai. A meccs előtt már tudtam, hogy ez egy nagyon nehéz meccs lesz. Hát most ennek a Máté Szalkának hiába 3 pontja volt. Pont ugye múlt héten beszéltük, hogy kemény meccsre számítok, mert nagyon jó csapat. A Máté Szalka jól kontrázik, és van több ügyes játékosa. Ez be is igazolódott, de ez egy óriási nagy bravúr, hogy ezt most mi meg tudtuk forgatni. Ráadásul ugye úgy, hogy ne felejtsük el, hogy az előző fordulóban 3-0-ról lett 3-3, most is hátrányba kerültetek, 4 gólt kaptatok zsinórba, kijöttetek a második félidőre, ember hátrányba kerültetek, és aztán a végén 2 cserejátékos révén sikerült megfordítani. A múlt héten ugye beszéltem a cserékről, hogy nagyon elégedetlen voltam velük. Természetesen amint volt lehetőségem, akkor megnéztem a felvételeket, és akkor itt már nekik elmondtam, hogy módosítanom kell, finomítanom kell a véleményemen, mert annyira nem volt gyenge egyébként, ahogy bejöttek. Hát most persze itt lehet poénkodni azzal, hogy milyen jó cserélek, hogy mind a 2 cserejátékos az első labdaérintésére gólt szerzett. Most teljesen másképp álltak be ők is, meg a második félidőben a csapatom is azért új lendületet kapott, és most 10 emberre is láthatta mindenki, hogy odaszegeztük a Máté Szalkát, de ahogy itt most láttam egy nyilatkozatot a Csankmestertől a múlt héten, hogy úgy lehet odaszegezni egy csapatot, hogyha mondjuk az eredmény neki jó. Tehát, hogyha nem neki lenne jó, akkor lehet, hogy ő jönne és ő szegezne oda minket a saját kapunkhoz. Úgyhogy én ezzel a témával, hogy most ki, hogy mennyire szorítja be a másikat, ezzel nincs is értelme foglalkozni. Most nekünk 10 emberrel is menni kellett persze az eredmény után, nem tudtuk őrizni a 0-1-et, úgyhogy ez most így alakult, hogy megforgattuk. De hát nekünk nagyon szenzációs játékosaink vannak, úgyhogy mi nagyon szeretjük őket, és ezért hoztuk ide őket, hogy pont ilyen mérkőzéseket játszanak. Mert ez most is kijött, nem tudom, 400-500 néző, és
hát itt Vastaps közepette vonulnak el, nagyon jó a hangulat, úgyhogy én azt mondom, hogy itt Ibrányban egy teljesen szuper futball hangulat van most jelen pillanatban, amit ki kell használnunk. Hát ez ugye a múlt héten, hogyha sok volt a csapatnak, ez most mindenféleképpen lelki töbletet plusz kell, hogy jelentsen, ami most itt történt, ahogy megfordítottátok. Hát ez egyértelmű. Keddi edzésen nagyjából egy olyan 80 perces edzéseink vannak. Most jóval rövidebb lett az edzésidő. Én beszéltem körülbelül egy olyan 50 percet. Össze kellett kapni őket, mert nagyon-nagyon rossz állapotba jöttek, még kedden is, és szombaton volt a mérkőzés. Láttam, hogy nagyon nehéz dolgom van, ami itt az első fél időben ugyanúgy folytatódott, tehát nem végeztem olyan tökéletes munkát. Talán most a szünetben azért tudtam hozzátenni, és azért ez mindenképpen azért egy jó dolog, hogy akkor meg tudtuk forgatni a meccset.